Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Melyik irányt választ? Balra vagy jobbra? Ezt a jóslást akkor ajánlom, amikor választanod kell kettő közül, két lehetőség vagy két személy közül. Amennyiben olyan kérdést teszel fel, várjak-e rá, jelentkezzek-e nála, igen vagy nem, akkor itt ezek a kártyák az igent jelentik, és itt ezek a kártyák a nemet jelentik. Itt ezen a képen te vagy látható, a kezedben van ez a szív. Tehát ilyen szívügyi dolgokról van szó. Természetesen elsősorban a szerelemről, de jelenthet olyan dolgokat is, amit te kedvelsz, vagy a hivatásodat, mert te ezt szívvel, lélekkel csinálod. Először megnézzük a bal oldalt, vagy az igent. Itt ezen a kártyán te vagy látható. Megvan a vidámság, ez a könnyűség, jó úton vagy, ez egy jó döntés. Jelenthet művészeteket is, táncot, zenét, vagy egy ünnepséget, vidámságot. Ez a kártya azt jelenti, te kezedbe veszed a dolgokat, kimutatod a bátorságodat, az életerődet, előre mennek az események, utalhat testi kapcsolatra is, hiszen itt a tűz eleméről van szó. Itt látható ez a varázsló, és megvan köztetek ez a mágikus vonzalom. Azon kívül, ha hivatásról van szó, akkor utal energiamunkára, vagy ilyen spirituális területre is. De visszatérve a párkapcsolatra, itt megvan ez a varázslatos kisugárzás, és a vonzalom kettőtök között. Itt, ezen a képen látható egy nagy város. Az lehet, hogy ott valamit most el kell intézni, és ez a kép utalhat szerződésekre. Ez a nagy ház jelentheti azt is, hogy kibővül valami, lesz itt nyeresség. Vagy egy közös otthon, költözködés, és itt látható a házasság tervezése, egy közös otthonnak a tervezése. Ez a házasság utalhat szerződésekre is. Itt ezen a képen látható ez az angyal, aki segít neked, segít nektek. Ti átteszitek magatokat most a félelmeken, itt vannak a megújulások, ez olyan, mint egy transformáció, és meg lesz ez a könnyűség. Most áttérek a másik oldalra, ha ezeket a kártyákat választottad, akkor megnézzük, hogy mi fog történni. Itt van egy életút, amit átélsz a közeljövőben, de a kövek utalnak még nehézségekre. Ezeket a témákat meg kell oldani. Itt látható a változás. Elhagyod a múltat, vagy egy bizonyos helyzetet, lesz egy új irány, de még nem látod azt, hogy hova fogsz elérkezni. Ezért minden olyan bizonytalan. És ne felejtsük el, még itt vannak a kövek,
a nehézségek, ezeket is meg kell oldani. Ezek a kövek jelenthetik a félelmeket is. Itt ez a kártya azt jelenti, hogy minden olyan bizonytalan. Nem tudod, hova vezet ez az út. Holott a kettes szám itt azt jelenti, hogy te és ő összetartoztok, tehát megvan a remény egy közös életútra, ez az irány, de jelenleg nem mennek előre az események, mert itt vannak a nehézségek, vagy a bizonytalanságok és félelmek. Itt látható egy vidéki ház, és az segítene abban, hogy meglegyen a nyugalom, egy kis visszahúzódás a természetbe, vagy egy kiruccanás, egy párnapos nyaralás, egy olyan helyen, ami megnyugtató számotokra, egy vidéki környezetben, vagy egy látogatás. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek, és azok utalnak az érzelmekre, a szerelemre. Itt megvan a remény, a vágy, az álmok is, de a kilences szám ezen a képen azt jelenti, hogy még vannak korlátozások. Ha összehasonlítom a bal oldalt és a jobb oldalt, akkor azt tudom mondani, itt gyorsabban mennek előre az események, itt is lesz változás, de kicsit lassabban. És nálad hogyan tovább? Itt látható a szív király. És ez a férfi szeret téged. Itt van hasonlóság. Te átnyújtod számára ezt a szívet, kimutatod az érzelmeidet, és ő is átnyújtja számodra ezt a szívet, ő is nyitott ezekre az érzelmekre. És a jövő itt látható. Megvannak az elvárások a te részedről is, az ő részéről is, és hova vezet mindez. Itt van egy megoldás, szerencse a szerelmi élet területén. Akkor is, ha ezt az oldalt választottad, és akkor is, ha ezt az oldalt választottad, a cél az, hogy boldogok legyetek a szerelmi élet területén, és itt megvan ez a lelki kapcsolat. Itt ezen az oldalon még vannak nehézségek, kicsit lassabban mennek előre a dolgok, és itt sok minden már megoldódott, és megvan ez a varázslatos erő, ez a kisugárzás kettőtök között. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!